Gernyeszektől Marosvásárhely irányába haladva a Maros bal partján találjuk Nagy Ernye községet és benne a Bálintit család kastélyát, amelyet a császári és királyi kamarás Bálintit József báró építtetett a 19. században. Madártávlatból még jól kivehető az egykori kastélykert területe, azonban a főépülethez közeledvén megviselt kastély tárul elénk. Megviselt és meggyötört, akár csak az utolsó Bálintit báró élete, aki 9 éves volt, amikor a trianoni palotában kimondták Magyarország szörnyű ítéletét. Ifjú Bálintit Károly akkor még nem sokat értett az egészből, hiszen addig nagyjából a marosvásárhelyi iskola és a nagyernyei kastély jelentette számára a világot, ahol jó volt megtréfálni a szakácsnőt, fára mászni vagy csak úgy heverni a kastély árnyékában. Hol van báró úrfi? Menni kéne már, mert hosszú az út Váradig. Aggódott a kocsis, mert sehol sem találta a pincébe elbújt Károlyt, akit otthon maradt családtagjaival együtt a nagyváradi rokonokhoz kellett vinni. Vagyis repíteni, hiszen az első világháború második évében járunk, amikor 1916-ban a románok betörtek Erdélybe. Miközben édesapja az orosz fronton harcolt, ifjú Bálintit Károly családjával Nagyváradról Balatonföldvárra menekült. 15 éves korától már a bécsi Terezianum diákjaként tanult. Bálintit Károly a bécsi iskola után a budapesti Ludovika Katonai Akadémiát is elvégezte, majd 1942-ben huszárként került az orosz frontra. Fegyverzajos álmaiban néha hazalátogatott a kastélyba. Bejárta mind a 18 szobát, megállt őseinek arcképei előtt, és ha maradt még idő álmodni, belelapozott a régi könyvekbe is. Bálintit Károlyt katonai pályafutása Törökországba vitte, ahol katonai ataséként dolgozott, és csak 1946-ban térhetett haza ernyei birtokára. Ahogy lenni szokott a vesztes fél javaival, a Bálintit kastélyt is kifosztották, ám a világháborút megjárt báró reménykedett és lebontotta az épület északi szárnyát, átalakított és felújított. 1949-ben azonban világossá vált Bálintit Károly számára, hogy nem maradhat Romániában, így Magyarországra menekült. Feleségül vette Apor Évát, akivel az Amerikai Egyesült Államokba emigráltak. Elnöke volt a New Yorki Magyar Háznak, irányította az Amerikai Erdélyi Szövetséget, dolgozott, írt, majd 103 évesen az új hazában hunyt el. A nagyernyei kastély hiába várta urát, Bálintit Károly nem térhetett haza. Az államosítás után a község általános iskolája rendezkedett be az épületbe, így egy darabig megmaradt a becsülete a kastélynak. Utoljára óvoda működött a Bálintit kastélyban, majd a visszaszolgáltatás után rohamosan romlani kezdett. Az örökösök végül eladták a birtokot, amely látszólag jó kezekbe került, hiszen az új tulajdonos megpróbálja a lehetetlent, régi fényét akarja visszaadni a kastélynak és kertjének.